Szeretettel köszöntök mindenkit a Mi az Áng Mozgalom mai demonstrációján, illetve hát a sajtótájékoztatónkon, hiszen most kezdődik a demonstrációnk, a tüntetésünk, itt vagyunk Szegeden, és ahogy látható itt mögöttem, már legalább 50 autó sorakozik, ez azt jelenti, hogy hát vagyunk 150-200-an, de folyamatosan érkeznek az autók, és hát fontos, hogy ez a tüntetés, ez egy országszerte folyamatosan zajló tüntetésnek a része, és hát nem mondhatja azt a kormány, hogy nem voltunk türelmesek, hiszen még a nyáron jelentettem be azt először, hogy amennyiben a kormány nem hallgatja meg a Mi Hazánk Mozgalom gazdaságpolitikai javaslatait, akkor kénytelenek leszünk a parlamenti kereteken kívül is folytatni a tiltakozásunkat, illetve a követeléseinket, így is megpróbáljuk a kormány tudomására juttatni, és azt szeretnénk, hogyha minél több magyar ember ismerné meg ezeken a tüntetéseken, demonstrációkon keresztül a Mi Hazánk Mozgalom álláspontját, mert határozottan az a véleményünk, hogy az a tragikus válsághelyzet, krízishelyzet, ami kialakult most itt Magyarországon, ez nem kellene, hogy ennyire súlyosan érintse a magyar dolgozókat, a magyar vállalkozókat, különösképpen a KKV-szektort. Ez elsősorban függetlenül a világgazdasági és világpolitikai folyamatoktól, elsősorban a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikájának a következménye. Láthatjuk azt, hogy a kormány teljesen nyilvánvalóan össze-vissza kapkod, folyamatosan lyukokat foltozgat, és a pénzt, amit bevasal egyszer a magyar vállalkozóktól, a magyar dolgozóktól, azt utána próbálja valahogy óriási kampány keretében visszaadni a magyarokra. Magyaroknak van erre egy nagyon jó példa az, hogy többek között mi azt követeljük, hogy a rezsi számlák legyenek jóval alacsonyabbak. Az önkormányzatok, a magyar vállalkozói szektor nem tudja kitermelni azokat a rezsi számlákat, amiket az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben készhez kaptak, és tömegesen csődöt jelenthetnek magyar vállalkozások, illetve önkormányzatok is. Miközben a rendszer használati díj a számlán belül, illetve az áfatartalom a számlán belül világviszonylatban kiemelkedően magas. Ez indokolja ezeket a rendkívül magas magyarországi rezsi számlákat, és amikor én azt kértem a kormánytól, hogy csökkentse a rezsiszámla áfatartalmát, akkor Orbán Viktor miniszterelnök azt válaszolta nekem a parlamentben, hogy azért nem tudják csökkenteni, mert abból finanszírozzák a rezsicsökkentést. Tehát ez az, amikor arról beszélek, hogy valójában lyukat foltoz a kormány, teremt egy krízishelyzetet, és utána fellép, mint aki valamilyen megoldást hoz arra a krízishelyzetre. Többek között emiatt a gazdaságpolitika miatt gyengült meg ennyire a forint, és lett ennyire megbízhatatlan a forint. Aztán, amikor azt kértük a kormánytól, hogy ne csak kiszámítható gazdaságpolitikája legyen, hanem emelje a béreket, és próbálja egy olyan irányba terelni a magyar bérszínvonalat, ami nem azt eredményezi, hogy a magyarok tömegesen elhagyják Magyarországot, hiszen minél többen elmennek Magyarországról, annál nagyobb a lehetősége annak, hogy az olcsó külföldi munkaerőt hozzák a magyarok helyére. Ez is egy tömeges jelenség. Ezt is látjuk most már Magyarországon, nem csak Sopronban, hanem most már Békéscsabáig, vagy Nyíregyházától Nagykanizsáig, hogy a magyarok helyére, akik százezrével elhagyják Magyarországot, nyugatra vándorolnak, és az elmúlt hetekben, hónapokban ez a folyamat felgyorsult, most már korábbi vállalkozók mennek el nyugatra dolgozni, hiszen csődbe viszi őket az állam, és a helyükre jönnek hozzák tömegesen az indiai, vagy akár az ukrán vendégmunkásokat, ezzel még jobban letörve a magyarországi bérszínvonalat. Ez mind-mind-mind a kormányzat elhibázott gazdaságpolitikája, és miközben egyetértünk azzal a szankciós, annak a szankciós politikának az elutasításával, amit a Fidesz kormány képvisel, aközben azt látjuk, hogy ezt őszintén, hitelesen ma már csak a Mi Hazánk Mozgalom képviseli, hiszen azt a folyamatot, ami ide vezetett, azt a szankciós politikát, azt a Versailles csúcstalálkozón az Európai Unió kormányfői indították el. Ezen a Versailles csúcstalálkozón Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke egyetlen egy szóval nem tiltakozott, sőt megszavazta ennek a lavinának az elindítását. Tehát azt gondoljuk, hogy bár jogos az, hogy a szankciós politika az egyik oka a jelenlegi krízisnek,
de egyrészt nem hitelesen képvisel ezt a kormány, hiszen megszavazza, rendre megszavazza ezeket a szankciókat, illetve ami ennél is nagyobb probléma, az az, hogy maga a kormány és a kormányzati gazdaságpolitika okozza azt a kiemelkedően nagy krízist, ami Magyarországon tapasztalható. És látjuk azt, hogy most már például Németország esetében az állam beavatkozik, megpróbálja megvédeni a német gazdaságot, a német vállalkozásokat. A magyar kormánytól semmi ilyet nem remélhetünk. Sajnos az ársapkák politikája is ugyanarról szól, amit az előbb mondtam, hogy a kormány teremt egy krízist, teremt egy lyukat, és utána azt mondja megmentőként, hogy az be fogja foltozni. És például, ha már itt tartunk, akkor az előbb említett rezsi számlák csökkentésével kapcsolatban hiába a nyár elején, vagy akár júliusban, hiába jelentettük be azt, hogy a rendszerhasználati díj csökkentésével, vagy az áfa csökkentésével a kormány segíthetne a magyaroknak, a magyar vállalkozásoknak, a magyar önkormányzatoknak. A magyar kormány a javaslatunkat nemhogy nem fogadta meg, hanem utána júliusban jelentősen megemelte. Például az áram esetén, tehát a villamos energia esetén jelentősen növelte a rendszerhasználati díjat. Tehát éppen ellenkező lépéseket tesz, éppen ellenkező irányba halad a kormány, mint amit a Mi Hazánk mozgalom szeretne. Ugyanezt elmondhatjuk az ársapkák esetében, az üzemanyag viszonylatában, akár a benzinárak esetében, hogy a kormány minél nagyobb a válság, minél többet fizet a magyar dolgozó, a magyar vállalkozó, a magyar önkormányzat, annál több pénz jön az államkasszába, például az áfa tartalmon keresztül. Tehát ez nem egy elhibázott gazdaságpolitika, hanem ez egy tudatos, magyar ellenes gazdaságpolitika. Erre szeretnénk ezzel az országos demonstrációval felhívni a figyelmet. Amit még szeretnék hangsúlyozni, hogy ezek az első napjai ennek az országos tüntetés sorozatnak, ez nem azt jelenti, hogy mi ma innen levonulunk ezzel az 50-60 autóval, nem tudom, a végére majd mennyien leszünk, és utána mi ezzel befejezetnek tartjuk ezt az ügyet, hanem folytatjuk a demonstrációkat, Budapesten pedig a Karmelita Kolostorhoz, tehát miniszterelnöki hivatalhoz fogunk majd vonulni, és nem csak Szegeden, hanem az ország minden pontján jelenleg is zajlanak ezek a megmozdulások, amelyeknek a célja az, hogy megmutassuk az embereknek, megmutassuk a magyaroknak, hogy van alternatíva. Hát nem igaz, amit a kormány mond, hogy kizárólag a világpolitika, a világgazdaság juttatta ide Magyarországot és a magyar embereket, van megoldás, de a kormány tudatosan nem szeretné a magyarokat megmenteni. És még egy nagyon fontos dolog, ami célja ezeknek a tüntetéseknek, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kormány akkor, amikor a jövő évi költségvetés vitája zajlott, és akkor, amikor az idei bevételekről, kiadásokról szó esik a parlamentben, akkor most már visszatérően, tehát nem valamilyen kommunikációs hibáról beszélünk, hanem tudatos kormányzati szándékról, akkor a miniszterelnök kifejezetten, vagy a gazdasági ügyekért felelős miniszterek, államtitkárok kifejezetten és egyértelműen elmondták nekünk, hogy tudatos politika a kormány részéről az, hogy a multiknak és a globális nagyvállalatoknak akarnak Magyarországon kedvezni. Tehát a magyar KKV-szektort, a magyar kis és közepes vállalkozásokat megnyúzzák, a magyar embereket megkopasztják, a magyarokkal és a csődbe jutó önkormányzatokkal horrorisztikus rezsiszámlákat fizettetnek meg, és miközben nő az állam bevétele, akár a magas rezsiszámlákon keresztül, azokat az összegeket oda akarják adni a globális nagyvállalatoknak. Tehát azon a napon, amikor én a parlamentben újra és újra kértem a kormányt arra, hogy legalább ebben a gazdasági válsághelyzetben ne azokat a multinacionális cégeket és globális nagyvállalatokat támogassa, akik nincsenek rászorulva a szegény magyar adófizetők forintjaira, aznap jelentette be Szijjártó Péter, hogy a Hungária, az Audi Hungária ZRT, tehát a győri Audi Hungária ZRT új gyár egységének megépítését újabb milliárdokkal, közpénz milliárdokkal támogatja a magyar kormány. Akkor, amikor a globális minimumadót elutasítottuk a parlamentben, és a Fidesz és a Mi Hazánk mozgalom szavazataival mondtunk nemet az Európai Uniós brüsszeli globális minimumadóra, akkor az is egyértelművé vált, hogy míg a Mi Hazánk mozgalom azért mondott nemet, mert annak kikerült az első lába, ami a digitális óriás cégekre vonatkozik. Ugye a
a Facebookra, a Google-re, vagy éppen a Twitterre, akkor kiderült, hogy a kormány nem ezért utasított el. A kormány azért utasítja el, és ez tudatos jelenlegi kormányzati taktika, mert így akarja ide csábítani a globális adó, vagy minimum adó elől menekülő, adóelkerülő, adót nem fizető, milliárdos, dollármilliárdos óriás cégeket. Tehát tudatos, egyértelmű gazdaságpolitikai lépésekkel halad a Fidesz afelé, hogy Magyarországon megfojtsák a magyar vállalkozásokat, elűzzék a magyar dolgozókat, és ezzel terepet akarnak biztosítani a globális nagyvállalatoknak. Ezt a Mi Hazánk mozgalom határozottan elutasítja, és azt követeljük, hogy a mi javaslatainkat vegye figyelembe a kormány. Köszönöm szépen!